Egyedül vagyok otthon, de a nyomorult kis vacak nincs egyedül, mert nem csak a nyomorult kis vacak szégyenkező én állapotom létezik, hanem létezik egy felnőtt is bennem. Egy racionális felnőtt, aki tud magára reflektálni, megállapítja, hogy igen, azt hiszem éppen a csökkent értékűség szégyen sémámat járom. Tehát van egy felnőtt, aki az egész helyzetet tud reflektálni, de ez nem elég még. Mindenkiben van egy gondoskodó szülő. Gondoskodó szülő. Tehát a folyamat úgy néz ki, hogy mikor egyedül vagyok, akkor is legalább hárman vagyunk. Tehát már is tulajdonképpen az a probléma, hogy ki beszéljen, ugye? Látjátok, már is, tehát hazamész egyedül, ugye eddig, jaj, egyedül vagyok, hogy lennél már egyedül? Itt van az a valaki, aki azt mondta, hogy jaj, egyedül vagyok. Kérdezd meg a felnőttet, mit mond rá. A felnőtt azt mondja, persze, hogy egyedül vagy, mert nincs férjed. Hát a hajó, így, ez, persze, most egyedül vagy. Igen, ez egy este, most eldöntheted, hogy mit akarsz csinálni. Jaj, hogy eldönthetem, olyan boldogtalan vagyok. A felnőtt, na, látok, most úgy döntöttél, hogy ma boldogtalan leszel. Aha, nagyon érdekes döntés. És akkor lehet, hogy azt mondja ez, hogy jó, akkor tudnék valahogy máshogy dönteni. Igen, tudnál. Na, de hogy? Hát például úgy, hogy valamit csinálsz, amitől jobb lesz. Igen, de nem tudom, hogy kell. Kérdezd meg anyut. Aput. Itt van. Bennem élő apu azt mondja, úgy elintézzük, mint a sitt. Mit szeretnéd csinálni? Jaj, nem tudom. Gondoskodó szülő, jaj, gyere, adok neked egy puszit. Ugye, és akkor adsz magadnak egy puszit. Hogy erről beszéltem, megsimogatod magad. Jaj, még el sem mondtam egy csomó mindent. Mert bevezettelek benneteket a hálószobámba, már most ismeritek a párnáimat, ugye? A puha paplanomat. Na de még nem tudjátok, hogy amikor lehajtom a fejecskémet a két puha párnámra, és magamra húzom a finom puha, akkor a szülő mit csinált nekem, miután megbeszélte a gyerek a felnőttel, hogy a szülő mit csináljon. Elmentem, és készítettem magamnak matracot. 8 centi kókusz rost, összesen 2 centi szivacs. Nagyon tuti. Érzékeny a derekam, és a keményen vagyok jól. Tehát lefekszem, ugye a sarkam ér a kókuszhoz meg a lapockám, és egy picit még égve hagyom a villanyt, mert ahogy lefekszem velem szemben, egy hatalmas poszter van, apa vette, ósiba, mert a gyerek kérte, hogy neki olyan még nincs, és a felnőtt azt mondta, hogy rendben, mehettek nyugodtan, rendben van. Az egy szükséglet, és te csak elégítsd ki, rendben van. És ezért most elmondom nektek, lerakom a gyereket, a felnőttet meg a szülőt, és ezért vettem Snoopy-s plakátot. Snoopy alszik a kutyaól tetején. Kis lábacskája, nagy orra, és egy hatalmas hold. Én mikor lefekszem, akkor pillantást vetek Snoopyra. Még egy kicsit hagyom a fényt, majd mindjárt kiderül miért. Lekapcsolom. Foszforeszkál a Snoopy!
És nem csak a Snoopy foszforeszkál, hanem a hold is. Jó vagyok? Tehát 46 éves leszek nem sokára. Olyan 16 éve szenteltek pappá. Elég komoly cég, egy multinacionális. Ott dolgozom már régóta. Felelős beosztásban. De ha én hazamegyek, foszforeszkáló Snoopy vár engem. Hát tudjátok, hogy én nekem mikor van alvászavarom. Hírből se ismerem. Rotyogtatok. Na. Gomba paprikás. Az. Szóval, mikor azt mondod, egyedül vagy, legalább hárman vagytok. Gyerkőc, gyerkőcet bátorítani, mit szeretné? Na. Felnőtt azt mondja, igen, jogos, hogy kérjed. Rendben van. És utána a szülő megadhatja a gyereknek. Hát, tudjátok, hazamegyek este, én tobzódok. Tényleg. Hát, Feri, melyik sportcsatornát van kedved nézni? Jaj, de jó, hogy kérdezed. Jaj, melyik is legyen úszó ebé Debrecenből. De jó ötlet. Hát nem rossz. Nem rossz. Szóval, mikor egyedül vagyunk, és legalább hárman vagyunk. És a sebzett önbecsülésünk és szégyenkezésünk oly jól gyógyítható, hogy a sebzett gyerkőc kooperál a felnőttel, és egy gondoskodó szülővel ideben. Hey, jó van, én most ezt muszáj itt befejezni. Még három van, és akkor ezeket legközelebb fogom elmondani. Úgyhogy akkor elköszönünk. Hát akkor mi hárman most elköszönünk tőletek. A gyerek már megy, mert a jó programjai vannak még este. A felnőtt azt mondja, persze, nem kell mindig itt lenned, mindig dolgozni, meg előadni. De, mehetsz nyugodtan. És a szülő már készíti is a tejbegrízt. Akkor köszönöm a figyelmeteket.